Sziasztok! Hát, mint látjátok, semmit nem tudok a kutya nélkül csinálni, viszont, hogyha sajnos telken körbenézünk itt még azért, na most már nagyjából kezd kész lenni a szigetelés meg a háznak a dolgai, de hát még iszonyat dzsúva van. Viszont most szombatra már mondják a hideget, tessék, a kutya tudja is a dolgát, és így megcsináltam a kutyaháznak a téliesítését, amiről már csináltam egyszer egy videót. Na most megmutatom, hogy csináltam meg automatára a fűtésrendszert, meg a vizet is, hogy ne fagyjon meg. Hogyha megnézitek, remélem ott látszik. De a kutyaház mögött az csak azért van ott az a szigetelő, mert azzal szorítottam oda azt a madzagot, hogy nehogy itt oldalt kilógjon. A kutyaház mögött fúrtam a falba egy lukat, és befúrtam a pincébe, és onnan fogom az árambetápot adni, és egy olyan kábellel oldottam meg, amit ilyen klímaszaküzletben lehet kapni, ilyen 2-3 ezer forint, ezt úgy hívják, hogy klímafűtés, de már megmutatom a víznél, hogy klímatálca, vízcsepegtető tálca fűtés. Ez ilyen 60-70 fokra fölmelegszik, tehát egy ilyen gyengébb műanyagot, mert tavaly betettem a macskának is, nem ebbe a dobozba volt, a dobozába, mert ez már erősebb, de egy keményebb műanyag, egy gyengébb műanyagot simán meg tud olvasztani, nem gyullad ki, de ott marad a nyoma, viszont a fa az bírja, és ott alul, tök mindegy, bevezettem a házba, és ide pedig, most ugye rátettem már ezt a télire, ezt a műanyagot, most a kutya alatt látjátok, hogy van egy ilyen gumiszőnyeg, és az alatt meg van egy kerámia, vagy kettő darab kerámia lap, tehát így, mint itt kint a víz alatt, és oda, tehát a vizet meg úgy oldottam meg, hogy ne kelljen állandóan nézni, hogy megfagyott a kutyának, hogyha megnézitek, akkor rátettem simán egy csempét, és itt meg kivezettem ezt a fűtőszálat a kutyaházból, tehát ez van vagy 2 méter hosszú, és bent a házba egy cikcakba végig van vezetve, ugyanígy rá van téve egy 2 darab kerámia lap. Azért raktam rá kerámia lapot, mert annyira fölmelegszik, hogy még ha csak azt a sima gumiszőnyeget rátenném, az annyira meleg lenne, hogy lehet, hogy égetni a kutyát, tehát hogy nem lenne jó neki. És most így oldottam meg, hogy a vize meg ugye itt van mellette, és kaját azt fent szoktam a teraszon adni, mert lusta vagyok lejönni, de így akkor már nem kell lejönni, mert tavaly még oda be volt dugva így a fűtés a háznak, de most ezt is megcsináltam automatára, majd megmutatom, hogy komoly 1500 forintomba került, és a lényeg, hogy azért teszem ez alá is a kerámiát, nem direktben, mert az vízálló egyébként az egy ilyen önvezérlő fűtőszál, az vízálló, de olyan meleg, hogyha ez direktben hozzáérne ehhez a vékony fémhez, akkor szerintem túlmelegíteni a vizet. Tehát konkrétan csinálna egy ilyen, nem tudom, meleg langyos vizet, és ez megint ugye télen nem biztos, hogy annyira jó, hogyha mondjuk van kint mínusz 15 fok, és a kutya meg meleg vizet iszik, hogy nem akarom, hogy megfázol, nem vagyok állatorvos, de arra ez tökéletes lesz, hogy annyira temperálja ezt az egészet, hát majd úgyis referálok, hogy összejött, ha meg nem, akkor átteszem majd direktbe a fűtőszárra, és megnézem úgy. Tehát annyira fog melegíteni, hogy nem fog tudni befagyni a vize. És akkor konkrétan, ugye így van, ja, és hát a házat azt meg annó úgy csináltam meg, hogyha megnézitek, hogy ott van 5 centis XPS lábazatszigetelés, belül 2 centis OSB lap, kívül 2,1 centis hajópadló, és még a ház alatt is, és a teteje is úgy van megcsinálva, hogy itt is benne van egy 5 centis szigetelés. Tehát a teljes ház kompletten körbe van egy ilyen 5 centis XPS-sel, kívülbelül fa van, tehát ugye a pára nem csapódik le, meg felszívja. És ami a poén, most látjátok, most itt van a macskának a doboza, ide azért le van téve, de már se fűtéssel, semmivel nem foglalkozom, mert képzeljétek el, hogy a kutyával együtt alszanak a házba. Ezt már csináltam egyszer róla, azt hiszem fotót is, hogy épp ott fent a teraszon összebújva alszanak, de kiszúrtam, hogy amikor tél van és hideg van, a kutya meg a macska együtt van bent a kutyának a házába. Na, most bemegyek a pincébe, és megmutatom, hogy oldotta meg azt, hogy ezzel ne kelljen foglalkozni, hanem teljesen automatán vezérelje magát. Na hát, ha végleg levonultak majd a munkások, ez a kanapé már nem véletlenül van itt, mert itt ez a sarok lesz itt hátul a pinyóban. Hát van ilyen nagyon komoly kis sztergépünk, meg hát itt lesz csinálva egy ilyen kis konditere, van egy ilyen régi rom hűtő,
az oda szépen majd be lesz dugva. Annak a tetejére látom tenni a laptopot, tehát tudok majd nézni filmet, miközben mondjuk itt edzegetek. És hát ugye a lusta villanyszerelőnél a földön nincsen jobb. Ha megnézitek, ugye itt volt ez a deszka, és amikor csináltam ide gyorsan, ugye a kültéri konnektornak a kötődobozából lehoztam még egy konnektort, akkor fogtam és ráfúrtam, vagy rácsavaroztam erre, mert a fele se fog furogatni, hogyha nem muszáj. És a lényeg, hogy ezt villany nagykerben, hát az én áramon én 1500 forintért tudtam megvenni, de szerintem 3000 forint, meg 3500 forint körül lehet ilyeneket kapni. Ez beltéri, ilyen időkapcsoló, és simán be kell dugni a konnektorba. Annyit kell róla tudni, hogy itt ez a jel, ez mutatja, hogy én most már beállítottam, hogy nem sokára 12 óra lesz, és jaj, nézzétek meg, gyönyörűen teszi a dolgát, mert 3-12 van, látjátok? És ezen is most úgy nagyjából ott van az idő. Tehát ezt beállítjátok, és ennek a szélén, hogyha látjátok, vannak ilyen nagyon pici fülecskék. És ez úgy működik, hogy itt van benne egy ilyen kis pöcök, amit hogyha ezt eltolok, akkor nézzétek meg, elkezd világítani, most kap áramot a konnektor. Tehát ezt lehet állandóra tenni, tehát hogyha nagyon hideg lenne kint nappal is, tehát amikor bejönnek ezek a mínusz 10 fokok, egyszer lejövök a pincébe, itt ezt az oldalán ezt a kis kapcsolót eltolom, és akkor 0-24-ben megy a fűtés, ha nagyon hideg lenne. De ha nincsenek ilyen nagyon hidegek, akkor én úgy oldottam meg, hogyha megnézitek itt ilyen fél hét magasságában úgy állítottam be, hogy egyszerűen, ha nem ismeritek ezt, annyit kell csinálni, hogy le kell nyomni, itt vannak ilyen nagyon pici pöckök a szélén, azt le kell nyomkodni, és hogyha az egészet itt sorba lenyomjátok egy 4-5 órás időintervallumban, akkor az addig itt ez a kis pöcök az oldalán, van egy ilyen fehér valami, az érzékeli, és tehát akkor megy az áram, akkor ez itt pirosan világít. Ami a lényeg, hogyha megnézitek, ez úgy van a kiosztása, hogy 4 darab pöcök van egy órába, és én úgy csináltam meg, hogy fél hétkor elkezd fűteni, de mindig csak 30 percet. Tehát 2 pöcköt lenyomtam, 2 pöcköt nem. Látjátok, 2 pöcök le van nyomva, 2 pöcök nem. Ezt azért így csinálom, mert tavaly, amikor csak simán bedugtam, és beraktam egy hőmérőt a kutyaházba, volt, hogy kint volt mínusz 10 fok, bent meg 16 fok volt. Ami brutál jó, de én megint csak nem vagyok állatorvos, de úgy gondolom, hogy nem jó, mint hogy a klímánál se szabad, hogy 10 foknál, vagy 8 foknál, vagy nem tudom hány foknál nagyobb hőmérséklet különbség legyen. Na most az, hogy a kutya befekszik az alulról meleg szőnyegre úgy, hogy van 15 fok mondjuk a házba kint, meg mínusz 10 is kijön, és tehát 25 fok hőkülönbség, és hogyha kibe mászkál egész nap, nem szeretném, hogy megfázzon. Tehát ennek ennyire, ezért csináltam így, ugye, és ráadásul ugye az a kerámia is alatta, hogyha átmelegszik, meg a fa is egy picit átmelegszik, az, hogyha fél órán keresztül ott 65-70 fok fűti, és utána fél óráig nem megy, az pont egy ilyen langyos, temperált hőmérsékletet fog eredményezni szerintem, de majd úgyis megnézem hőmérővel, és akkor nem lesz szerintem 10 foknál több a házba, de hát a kutyának az 5-10 fok az tökéletesen gyönyörű hőmérséklet, nem akarom egyszerűen, hogy beteg legyen, és akkor hát magát a izét, az még borzasztóan egyszerű, mert ugye itt kijön ez az a cső, amit ott mutattam, és ezen konkrétan a végére rá van téve ilyen kis csatlakozó, tehát meg van pucolva, és fogtam, és nem is akartam most szerelgetni, volt egy ilyen régi gagyi hosszabbítóm, levágtam róla az elosztó részt, ugye megpucoltam, és akkor simán vagóval 2 darab. Ja, és ennek nem kell földelés, ennek a kábelnek, tehát ezen csak a kék meg a barna színű vezetéket kell összekötni. Vesztek hozzá, most ezt nem tudom megmutatni, van ez a gyors kötöző, de mondjuk aki nem villanyszerű, akkor mindjárt megmutatom, és azzal összekötöttem, és ez ilyen nyitható, mert ugye sodrott kábel volt, tehát már tömörhöz másfajta ilyen kötőelem van, és összeszikszalagoztam, hogy ne tudjon kinyílni, ezt itt eldugtam, itt se víz, semmi nem fogja érni, és akkor nagyjából így csináltam meg ezt azt, hogy tulajdonképpen automatikusan magának kapcsolat, ha nagyon hideg van, akkor direktbe bekapcsolom, akkor látjátok, világít a piros, de most nem kell, de akkor megmutatom még a vagót, hát ha nem villanyszerelő esetleg szeretné egy ilyet megcsinálni. Na így néz ki a vagó.
Ezzel csak annyit kell csinálni, hogy ha tömör vezetéket használtok, akkor ez a kisebb fajta kell, és a megpucolt vezetéket csak bele kell dugni, egyiket a fűtőszálét, egyiket meg amit majd a konnektorba dugtok, de amivel egyszerűbb dolgozni, az ez meg ez a bontható. Ennek van egy ilyen fülest, föl kell hajtani. Jaj. Így, látjátok? Tehát olyan, mint egy gyerekjáték. Ezt így fölhajtjátok, beledugjátok a barnát, meg vagy a feketét, vagy a szürke vezetéket, meg ennek a fűtőszálnak az egyik vezetékét, és mind a kettő benne van, így ráhajtjátok, és akkor ez nem tud lecsúszni róla. És akkor ezt azért szikszalagoztam körbe, hogy nehogy véletlenül fölnyíljon ez a fül, és kinyíljon a kötés. Ennyi. Jó? Na, be is fejezem. Tehát nagyjából ennyi volt a... Ja, nem tudom, látszok-e, de mondjuk tök mindegy. Így oldottam meg, hogy most, ha jönnek a mínuszok, akkor nekem nem kell szórakozni a kutyaházzal, meg a vízzel, főleg csak azt kell nézni, hogy van-e, és automatán fűtögeti magát az egész rendszert, kutya nem fog fázni, én jó gazdi vagyok, úgyhogy ennyi. Na, hát akkor, ha ki akarjátok próbálni, akkor jó barkácsolást, sziasztok!